Ments életet jelszóval újraélesztési gyakorlat a fiatal és felnőtt korosztály bevonásával a rendezvénytéren. Magasból mentési gyakorlat, a libegőn maradt személyek mentése különböző módszerekkel, árvízi védekezési gyakorlat a Ronyvapataknál, és a tűzoltóság, illetve a fegyház és börtön bemutatója a hajnalúti parkolóban. Ezek a programok várják majd szeptember 19-én az érdeklődőket a Zemplén térségi katasztrófa és polgári védelmi szövetség által szervezett biztonságnapján. A város hetéhez kapcsolódóan egy olyan rendezvényt kívántunk közösen a várossal megvalósítani, ami a biztonságunkat szolgálja. Ezt úgy is neveztük el, hogy a biztonság napja. Miről szól ez? Arról szól, hogy a különböző fegyveres rendvédelmi szervek, valamint az iskolák, a különböző társszervek, tehát egészségügyi vonatkozásban Vöröskereszt, egyéb szervezetek, hogyan tudják a lakosság biztonságát bemutatni, növelni, illetve különböző helyszíneken, gyakorlaton bemutatni ezt a tevékenységet. A szövetség kezdeményezéséhez a mentőállomás, a Vöröskereszt kistérségi szervezete, a rendőrkapitányság, a fegyház és börtön, a Rotary Klub, a Magashegyi Sportcentrum, a tűzoltóság, az önkormányzat, a városellátó szervezet, általános és középiskolák, civil szervezetek, a lakosság, illetve a Zemplén mentőcsoport is csatlakozott. Mindenkinek megvan a feladata, ki hogyan végzi ezt el, honnan kapja az anyagot, milyen felszerelésbe lesznek. Tehát gyakorlatilag ezeket pontosítani kell. Minden szervezet önállóan tudja a tevékenységét, de ezt össze kell hangolni. Tehát egy egységes megjelenést, egységes szerepkört kell biztosítani. Tehát ez a mai napnak a feladata. Minden egyes helyzetben, amit itt felsorolt már társkollégám, a rendőrhatóság segítséget nyújt, főként az árvízi védekezéssel kapcsolatos zárásokban és egyebekben az intézkedéseket fogja végrehajtani. A biztonság napjának megszervezése egy új kezdeményezés a Zemplén térségi katasztrófa és polgári védelmi szövetség részéről. Szeptember 19-én reggel 8 órakor kezdődnek az események a rendezvénytéren.